Forog a kamera, a kétszeres olimpiai aranyérmes. Hogy utaztatok? Üdvözlünk a Vasas család nevében itthon. Nagyon szépen köszönöm az utazás. Hosszabbra sikerült, mint terveztük, önhibánkon kívül, de most már nagyon örülök, hogy hazatértem, illetve hát annak is örülök, hogy ilyen fantasztikus fogadtatásban volt részem, hogy ennyien kilátogattak, hogy ennyien érdeklődnek, hogy a média részéről is ennyien eljöttek. Nagyon jó érzés ez nekem. Mit szólsz a vasasos terméshez? Mi se alszunk itt napok óta. Én úgy gondolom, hogy most fantasztikus vasasos szurkolónak lenni, és nem csak azért, mert legyőztük a Fradit 2-1-re, hanem mert a... Jól tájékozott, hogy ezt hol hallottad. Ezt még a párizsi reptéren. Hanem nagyon büszkék lehetünk arra, hogy három aranyérmes is van a Rioli olimpiáról, összesen 5 aranyérem. Nagyon, én személy szerint is nagyon büszke vagyok Hosszú Katinkára és Szászemesére. Ez is mutatja, hogy a Vasasban, mint klubban micsoda erő lakozik. Örülök, hogy egy ilyen egyesületnek lehetek most már, nem is tudom, 17 éve tagja és versenyzője, és természetesen büszkén viselem én is a vasasos sálat. Emese mondta, hogy találkoztatok az aranyérmének az estén, azt már nem tudta viszont felidézni, hogy mit mondtál neki. Te emlékszel rá? Hát nem nagyon. Mi ilyesmit, hogy üdv a klubban? Talán azt ilyenkor az szokás mondani az új olimpiai bajnokoknak. Igen, nagyon örültem Emesének, nem csak azért, mert vasasos klubtársam, hanem mert egy hosszú, rendkívül eredményes pályafutás van mögötte, amiből nagyon hiányzott már neki ez az aranyérem. Egész nap fantasztikusan vívott, az egész felkészülésbe is ő is rengeteg munkát tett bele, már amennyit én láttam ebből, úgyhogy jó érzés volt az ő sikerét követni és neki gratulálni. Mekkora tömeg lesz ugye a Pasaréti vívóteremben szeptembertől szerinted? Eddig is hatalmas tömeg volt, eddig is rengetegen voltak. Bízom benne, hogy újabb gyerekseregek indulnak majd meg a vívóterem felé. Kíváncsian várom, hogy milyen lesz a szeptemberi kezdés. Majd biztos le fogom ellenőrizni, hogy valóban bővül-e az utánpótlásunk. Anya, hol látod az alkalmas helyet? Hát először is hogy gratuláljuk ezen is az államnak, meg az Andrisnak, az Szlovával egyetemben. Rengeteg szülő keresett meg, hogy amióta van ilyen sikeres a vasas gyerekek büszkék arra, hogy ebben a klubban sportolnak, Dárnak tökéletesen megfogalmazta, hogy hihetetlen ösztönző erről veszed a gyerekek számára, hogy tovább sportoljanak, és hogy esetlegesen tényleg a vasas válaszák. De azért hagyd mondjam azt, hogy nem csak a vasas létezik. A vasasnak most minden összejött, én nagyon büszke vagyok a sportolóikra. Vannak olyan eredmények, ahol többet tettünk, mint egyesület azért, hogy ezek az aranyének elérjük. Hosszú Katinkánál kevesebbet tettünk hozzá, Szászemesénél többet tettünk hozzá, és itt van az Áronnak, akinek úgy gondolom, hogy nagyon sokat tettünk hozzá, hogy ő is nyilatkozta, gyerekre óta a Vasashoz tartozik, és ahogy nyilatkoztam is, hogy szerintem nem véletlen, hogy az ötödik napon, az ötödik aranyérmet és az ötvenediket szerzi meg a Vasasnak, és ezt egy olyan sportoló teszi meg, akire én is személy szerint nagyon felnézek. Statisztika nincsen, azt el tudom mondani, hogy 4 évvel ezelőtt a Pasaréti vívótermet azt teljesen felújítottuk, és most azt határozottan állítottuk, annyit mindenképp kibászunk, hogy falakat építettünk a vívóteremre. Mert 4 évvel ezelőtt, amikor az Londonban aranyérmes lett, akkor egyszerűen eljött szeptember közepén az az időpont, akkor azt kell mondani, és sajnos egy szülőnek, hogy nem tudjuk fölvenni már a gyereket, mert annyian jelentkeztek. Én azt gondolom, hogy ez most sem lesz másképp, különösen úgy, hogy Szászemese, aki úgy szintén ugye aranyérmesünk lett, azt gondolom, hogy ő is be fog vonzani egy jó pár érdeklődőt. Úgyhogy szinte biztos vagyok, hogy nagyon sok érdeklődő lesz fölvenni. Fölvenni tudunk majd.